A Magyar Nyelvmúzeumát is megmutatták a svájci látogatóknak a város vezetői, akik két napig voltak házigazdái Svájc magyarországi nagykövetének és Montreux város polgármesterének. A sátorai újhelyi delegáció montreux-i látogatását követően nekem is fontos volt, hogy megismerjem ezt a vidéket. Igaz ugyan, hogy nem egyformák a lehetőségeink, nem egyforma az épített és természeti környezet. Ám a céljaink, hogy fejlesszük a településeinket és az itt élő embereknek a lehetőségeit, abban azonosan gondolkodunk. Remélem, ezt tovább tudjuk építeni a közeljövőben. A svájci nagykövet egy évvel korábban magyarországi vidéki látogatásának első útját szervezte Sátoraljaújhelyre. Akkor a svájci pályázat kapcsán a pályázatkezelőket kísérte el ide, hogy maga is meggyőződjön arról, a beadott tervek megvalósíthatók. A látogatás után a nagykövet segítette felvenni a kapcsolatot Montreux város polgármesterével. A város vezetése a nyáron megnézte a Genfi tó mellett lévő, jellemzően francia ajkú települést. Mi is tettünk egy látogatást a nyár folyamán náluk, egy 4 napos úton voltunk Svájcban, és egy partnerkapcsolatnak a kialakítása van folyamatban, és polgármester úr pedig ezért jött ide. A találkozón természetesen szóba került az a pályázat is, amelynek az anyagi forrását a svájci hozzájárulási alapból hívott le a város, és amelyből több hegyközi turisztikai attrakció mellett a mászófa központ is épülni fog. It was indeed a... Örülök neki, hogy egy éven belül már másodszor járok Sátoraljaújhelyben. Nagyon szívesen találkoztam újra a projekt szereplőivel. Igaz ugyan, hogy a program kivitelezése még nem kezdődött meg, de az előkészületek nagyon jó ütemben haladnak. Akikkel találkoztam, ők biztosítottak arról, hogy a megvalósításért mindent megtesznek. A mászófa mellett ebből a pénzből épül neki a Felső-Zsolyomkai pincesor vízelvezetése, csatornázása, pálházán vízimalomra pályáztak, vágás után üvegfúvó műhelyre. A 7 szereplős program koordinálását a város vállalta, így mint gesztor irányítja a tervek megvalósítását. Általában a kiviteli tervek készítésével vannak éppen most a projektpartnerek elfoglalva, abban az esetben, hogyha építési beruházásról van szó. A fő projekt, ez a mászófa központ, már volt egy meghiúsult közbeszerzési eljárása, de éppen napokban zárult le a következő közbeszerzési procedúra. Remélem jövő héten eredményt fogunk tudni hirdetni. A svájci delegáció a Magyar Nyelv Múzeumának megtekintése után hegyközben látogatott.